Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte közülük, vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így szólt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet a lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy ebből a történetből is te tudsz közel jönni hozzánk. Olyan jó emlékezni arra, hogy már ez a nap a vasárnap is arra emlékeztet bennünket, hogy a sír üres volt. Amikor ott kerestek téged, akkor az angyal azt mondta, hogy miért kerestek az élőt a holtak között. Köszönjük, hogy te élsz, és köszönjük az ígéreteidet, hogy amikor mi összejövünk azért, hogy veled és egymással közösségben legyünk a te nevedben, akkor te ott leszel. És most megvalljuk azt, hogy rád van szükségünk mindannyiunknak. Azt szeretnénk, hogy ez az ige egy olyan ajtó lenne, amin keresztül beléphetnénk a te országodba, abba a csodás világba, ahova minket hívsz és vársz. Köszönjük, hogy ez a kiváltság a miénk lehet. És Úr Jézus, te vagy az, aki ismersz bennünket itt külön-külön személyesen. Napra kész vagy belőlünk. Tudod azt, hogy honnan jövünk, hova megyünk vissza. Mivel küzdünk, mire van szükségünk, mitől félünk, minek örülünk, minek adtunk el, miben sikerül győznünk. Kérünk, hogy te szólj hozzánk. Imádkozunk a te szent lelkednek a munkájáért, az a csodás munkájáért, ahogy ő összekapcsol bennünket te veled. Szükségünk van erre. Szólalj meg, Uram, az te ígédből, és taníts bennünket. Amen. Hát, azzal kezdeném, hogy ez egy nagyon mély és egy nagyon szép történet. A Lukács evangéliumának ez a 7. fejezete, ahogy nem tudom mennyire emlékeztek, hogy miről volt szó eddig, de Jézus csodákat tesz, és fölmerül a kérdés, hogy kicsoda ő. Végig ezen a fejezeten keresztül ez a kérdés lebeg ott. Hol azok az emberek teszik föl, akik a csodáit látják, hogy na, csak nem az a híres proféta, akit megígért Mózesen keresztül Isten, hogy a végidőkben eljön a messiás proféta, csak nem ő lesz az, csak nem ő az, akin keresztül Isten meglátogatta a népét. Hol keresztelő János, aki hallja, hogy meggyógyítja távgyógyítás, ugye azzal kezdődik a 7. fejezet, mint a tévében tudjátok. Távgyógyított, csak Jézusnak tényleg sikerült, tényleg működött. Tehát oda ment a százados, és mondta, hogy nem vagyok méltó arra, hogy gyere hozzám, de csak mondd, itt, ahol most vagyunk. Mindegy, hogy én hol lakok, mindegy, hogy hol van szolgám, csak mondd azt, hogy gyógyuljon meg, és én tudom, hogy meg fog gyógyulni. És elterjedt a híre, aztán ment tovább Jézus Kapernaumból, és Nainhoz ért. És szembe jött egy temetési menet, egy özvegyasszony az egyetlen fiát vitte ki a temetőbe. És Jézus, ahogy meglátta, megesett rajta a szíve. Oda ment, és feltámasztotta a fiút, visszaadta az anyjának, és azt olvassuk a Bibliában, hogy elterjedt a híre, és mindenkit foglalkoztatott a környéken, hogy ki lehet ez. És így érkezünk idehez a sztorihoz, keresztelő János is elküldte, hogy a tanítványait ugyanezt kérdezte, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És így érkezünk meg ehhez a történethez, itt van ez a farizeus, akit szintén foglalkoztat ez a kérdés, és meghívja Jézust a házában. Vendégségre, és szeretné megtudni erre a kérdésre a vára. Ez a történet nagyon szép és nagyon mély. Hogyha azt kérdezném tőletek, hogy szerintetek Isten
mit érez irántatok? Hogy érez irántatok Isten? Mit mondanátok rá? Hogy amikor Isten rád gondol, aki tökéletesen tisztán van az elmúlt heteddel, azzal, amire büszke vagy, meg azzal, amiben beégtél, azzal a bűnnel, amiben századszor ígérted meg, hogy most már tényleg szakítasz vele, túljutsz rajta, stb., de megint elhasaltál, azzal a győzelemmel, amikor meg sikerült megállni, tehát hogy ismer teljesen minden gondolatunkkal tisztában van, a mulasztásainktól a tetteinkig, minden tud rólunk. Ha arra gondolsz, hogy Isten mit érez irántad, és most nem arra vagyok kíváncsi, hogy a nem tudom, hogy hányan nőttetek fő gyülekezetbe. Szóval, hát többen is. Tehát nem arra a helyes válasz vagyok kíváncsi, mint a vasárnapiskolában megtanultunk, hanem hogy a szívedbe hogy érzed, hogy Isten mikor rád gondol, mit érez irántad? Nagyjából így három kategóriát raktam össze magamba, és hogyha elég bátrak vagytok, kérlek, hogy jelezzetek vissza. Az egyik, elmondom előre, hogy tudjatok gondolkodni rajta, megválasztani. Hányan vannak, akik arra gondoltak, hogy Isten inkább valamilyen pozitív érzéssel van? Tehát Isten, amikor rád néz, téged lát, rád gondol, akkor pozitív érzések vannak benne. Öröm, büszke, hogy te hozzátartozol, stb. Stb. A Dávid már alig ide. Hányan vannak olyanok, akik inkább azt érzik, hogy talán Isten negatív érzésekkel van felém, szomorú? Már századszor megértem, századszor se sikerült, pusztrált, talán éppen haragszik rám, vagy már így lemondott rólam. És a harmadik, hogy hányan vagytok esetleg olyanok, akik nem tudtak erre a kérdésre válaszolni. Az is lehet. Na akkor még mehetünk rajta. Szóval hányan érzitek úgy, hogy Isten, amikor rátok néz, akkor tele van pozitív érzésekkel, büszke, örül, stb. És ne egymást nézzétek. Oké? Hányan vannak úgy, akik inkább az ellenkezőjét érzitek? És hányan vagytok, akik erre nem tudtok válaszolni erre a kérdésre? Ez egy komoly dolog egyébként, hogy miért is nem tudunk válaszolni erre a kérdésre. Ez egy érdekes dolog. Vajon miért? Oka van ennek? Azt kell, hogy mondjam, hogy azok, akik az emberekkel foglalkoznak, bármilyen segítő szakmában, pszichológusoktól, elkezdő pszichiátereken át, a lelki gondozókig, stb. Közös tapasztalat az, hogy a keresztjének zöme bűntudattal küszködik, amikor arra gondol, hogy Isten vajon hogy néz ő rá, mit gondol ő róla. Mi az, ami Isten szívében benne van az érzelmei szintjén. Tehát nem az olyan állításuk, hogy Isten minden embert szeret, stb., mert ő teremtett minket a saját képére, blablabla, ismerjük ezeket a válaszokat, hanem hogy amikor arra gondolunk, hogy vajon az érzelmei szintjén mit táplál irántam. A legtöbb keresztény bűntudattal küszködik. Miért? Azért, mert tudjuk a szívünk mélye mindannyian, hogy nem vagyunk tökéletes emberek. És hogy egy mindentudó, tökéletesen szent Isten ismer bennünket és mindent lát, nem lehet, hogy szeressen bennünket, nem lehetséges, hogy pozitív érzései legyenek velünk kapcsolatban, amikor már én is ki vagyok akadva magamon néhány dolgon. Szóval egy közös nevező ez, hogy akik emberekkel foglalkoznak, azt mondják, hogy valahogy a keresztény hitnek van egy olyan típusa, ami az embereket leterheli, megterheli. Bűntudattal küzdködnek öntudatlanul, amit próbálnak elnyomni magukban, de mégis ott kíséri őket, és tudat alatt hordozzák, mint egy nehéz hátizsákot. Igen ám, de hogyha abból indulunk ki, hogy valaki minket fenntartásokkal kezel, akkor mi hogyan viszonyulunk hozzá? Most ez nem egy költői kérdés. Mondjatok néhány dolgot. Tehát, hogyha én tudom, hogy a Dávid fenntartásokkal kezel engem, akkor hogyan viszonyulok hozzá? Mit hív elő belőlünk? Kélelem. Jól hallottam? Igen? Távolság. Távolságtartás? Óvatosság. Óvatosság. Bizalmatlanság. Bizonytalanság. Bizonytalanság. Hogy fontos, igen. Mi vár rám? Elindulok kezdeményezek, mi vár rám?
Szóval minimum a védekezést hívja elő. Minimum védjük magunkat. Szeretnénk mindig, mikor a jelenlétébe kötelezően oda kell érkeznünk, rendbe szedni magunkat, és úgy odaállni, hogy na most minden oké. Okay. Most evangelizáltam egy órát, olvastam Bibliát, kettőt imádkoztam, egy felet, most biztos elfogadható vagyok. Tehát ott van a védekezés bennünk. És ez a történet, ez egy csodálatos történet azért, mert Jézusnak a tanítása és a viselkedése az elmondja, hogy valójában Isten hogy érezi általunk. És az annyira más, mint amit akkor az akkori vallásos emberek, meg amit ma a mai vallásos emberek sokszor képzelnek erről. Szóval ez egy nagyon szép történet, azt mondtam. Ugye ráadásul két olyan szereplőt láthatunk ebben a sztoriban, akikkel kapcsolatban Jézus viselkedik valahogy, aki az egyikről el lehet mondani, hogy egy nagyon erkölcsös, köztiszteletnek örvendő, tanult, Bibliát ismerő, kegyes ember, akit ismer a város és tisztel a város az életmódja, az életformája miatt, egy ilyen férfi. És ott van egy másik szereplő, aki, bocsánat a kifejezésért, de hogy kicsit úgy megérkezzünk a történetbe, aki egy kurva. Tehát mi ezt magyarul így hívjuk ma. Tehát aki egy kurva, egy prostituált, ez a szakmája. Érdekes, hogy nem is mond róla semmi más a történet. Nem mondja, hogy hány éves. Nem mondja azt, hogy milyen családi állapota van, van-e ennek férje, van-e gyereke, nincs. Nem tudunk róla semmit. Elég ennyit tudni, nem? Egy kurváról. El tudjuk helyezni. Rá tudjuk akasztani a megfelelő bilétát, bele tudjuk tenni a megfelelő dobozba. Elég ennyit tudni, nem kell ott tudni semmi mást. És már is be tudjuk dobozolni, be tudjuk tenni a megfelelő helyre. De vajon Isten hogyan érez ez iránt, a két ember iránt? Mit gondol róluk? Ő milyen skatujába teszi őket? Beteszi őket valahova? De ez a történet, ez nem csak nagyon szép és mély ebből a szempontból, hanem egy kicsit botrányos is. Az az igazság, hogy ez mennyire botrányos ez az eset Jézusnak az életében, ezt mi kicsit nehezen érzékeljük. Hányan olvasnátok már ezt a történetet? Ugye sokan, igen. Könnyen megtörténik velünk, ez egy szöveg, átmegyünk rajta. Ez történt, nyugtázzuk, megyünk tovább. De ez egy igazán botrányos sztori. Azon gondolkodtam, hogy a csodában lehetne ezt elmesélni, hogy mennyire botrányos. És arra jutottam, hogy csinálunk egy kis demót, hogyha benne vagytok. Uh-huh. Hogy valahogy egy picit megérezzük. Dávidnak szóltam előre, fölkérném, hogy ő legyen Jézus. Kellene nekem egy Simon farizeus. Valaki vállalná, átmenetileg csak persze. Srácok, valaki? Egy Simon? Nem kell beszélni, én mesélem a sztorit. Ti csak jelen legyetek, és próbáljátok beleélni magatokat abban a helyzetben. Köszönöm. Oké? Okay? És kellene egy srác, aki a vendéget, a többi meghívott vendéget demonstrálja, valaki. Semmit nem kell csinálni, csak tudom, hogy te letelepedni, ahogy neki állnak vacsorázni Jézussal. Na, még egy fiú. Oké, Tamás, hajrá. Köszi. Na, akkor hárman dőljetek le. Abban az időben a vacsora az nem ilyen 90 centi magas asztaloknál volt, hanem ilyen 10-15 centi magas kis hát ilyen emelvényt csináltak, és azt körbe dőlték, körbe feküdték, így jobb könyökre támaszkodva, ha megtennétek. Mondjuk legyen Jézus itt középen. És a lábuk az egy picit enyhén hátra, vagyis a bal könyökre támaszkodva, ki jobb közös, ki bal közös, és a másik kézzel vettek el a tábor. És így beszélgettek. Na most kellene nekem egy hölgy is. Most ez lesz a nehéz. Nem kell, hogy szakmabeli legyen, de aki hajlandó ezt a szitut átélni egy kicsit. Van valaki? Akkor mesélem tovább a sztorit, neki se kell beszélni. Oké, köszönöm, azért vannak itt csinos bántorlányok. Gyere. Szóval úgy történhetett meg az eset, légy szíves, menj oda a Dávid mögé. És onnan a faltól szépen lassan gyere be. Hogy akkor a szokás, az volt a szokásjog, hogy amikor egy ilyen
Ilyen közéleti vacsora volt, mert ez aznak számítottam azon a település, azon a kis településen, hogy meghívott valaki egy illusztris vendéget, akkor általában az akkori házak úgy néztek ki, hogy így körbe voltak építve az udvar, és a kapun be lehetett jönni. És egy vendég, akit érdekelt az a vendég, akit meghívott a vendéglátó, bejöhetett azon az ajtón. Ha nem volt meghívva a vacsorára a vacsora vendégnek, akkor ő nem dőlhetett le kajálni, de megállhatott hátul, és hallgathatta a beszélgetést. Aki bátrabb volt, még kérdezhetett is, be is csatlakozhatott, de általában a háttérben maradtak. Így történhetett meg az, hogy nyitva volt a kapu, tehát a jelzés világos volt, hogy itt most van egy vendég Simon farizeusnál, be lehet jönni, akit érdekel, meghallgathatja ezt a beszélgetést, amit ők vacsora közben lefolytatnak. És ez az asszony valamiért jött. Készült is valamire, nála volt egy alabástrom szerence, előre végig gondolt valamit. És bejött, és odaért Jézus lábához. És amikor megállt, akkor valószínű valami olyasmi történt vele, amivel viszont nem készült. Amit nem tervezett meg, az egyszerűen csak a szíve mélyéről így feltört, mint egy vulkán, elkezdett sírni. Valószínű az van a háttérben, hogy ahogy Jézus ment ezen az úton és prédikált, több helyen nyilvánosan, ugye ez neki szokása volt, hogy ahol elment, ott ő hirdette az örömhírt. És pont az előző sztoriban, amikor a János elküldi a tanítványait, és megkérdezik Jézustól, hogy hát ki vagy te? Te vagy az, akit várunk, vagy még várnunk kell tovább is? Akkor Jézus elkezd beszélni Jánosról, és mond egy nagyon érdekes mondatot a hallgatóinak, hogy eljött János, aki nem eszik, nem iszik. Egy aszkéta életmódot él. Nem él a világi hívságokkal egyszerűen, nem kell neki semmi, ami nektek kell. És azt mondjátok róla, hogy ördög van benne. Eljöttem én, az ember fia. Én eszek és iszok, együtt vagyok veletek, jól érzem magam a társaságotokban. És azt mondjátok rólam, hogy a bűnösök barátja és borissza ember. Tehát itt van Jézus, így gondolják, hogy ő a bűnösök barátja. Ahogy ő az evangéliumot hirdette, egy prostituáltat is megérinthetett, és azt gondolhat ez a nő, hogy talán most végre lezárhatok az életemben egy olyan korszakot, ami nekem fáj, amitől én szenvedek, amitől én nem tudok megszabadulni, nem tudok kijönni belőle a saját erőmből, nem enged ki az a közösség, amelyiknek a tagja vagyok, nincs meg a saját belső erőm hozzá, de most valaki olyan érintette meg a szívemet, aki mintha azt sugalná, hogy Isten szeret engem annyira, hogy kapjak egy második esélyt. És ezzel az érzésvilággal megy oda. Valószínű a háláját akarta kifejezni, de ahogy odaért Jézus közelébe, felszakadt belőle a sírás. És rácsöpögött a könnye Jézus lábára. Na, ez egy nagy gáz volt. Miért volt ez nagy gáz? Nem tudom, hogy tudjátok-e, de egy zsidó férfi, egy hithű, konzervatív zsidó férfi ma sem fog kezet egy nővel. Tehát amikor találkoznak vele, akkor messziről tisztelettel köszöntik egymást. Miért? Miért? Igen, tehát lehet, majd beszélünk magyarul, lehet, hogy éppen menstruál, és akkor tisztátalanná teszi az érintés. Na de aki prostituált, az tök mindegy, hogy éppen menstruál vagy nem menstruál, az úgy, ahogy van tisztátalan, és bármelyik testnedre rácsöpök valakire, az azonnal tisztátalan lesz. Ez jött le ott egyből, hoppá, történt valami. Erre Jézusnak reagálni kéne. Na de folytatódik tovább. Mi történik? Legugol az asszony, ő is érzékeli ezt, kibontja a haját. Ez a következő tabu, ami ledől. Ugye akkor abban korban a kibontott haj, mint viselet, az egy hálószoba viselet volt. Az egyedül a férjnek járt meg a szex előtt. Ilyet senki másnak nem. Tehát egy nő a haját nem bontotta ki közösségi térben, nyilvánosan, soha senki előtt. Ha véletlen megtette, a rabbik szerint, utána lehet olvasni, kortörténeti háttér, válók lehetett, el lehetett tőle válni. Na ez a másik tabu, kibontja a haját, és arra használja, hogy megtörölje Jézus lábát. De ez sem elég, mert nem csak ezt teszi, hanem mit csinál még? De ez most már mi határinkat is elkezdi súrolni. Én most nem kérem.
Zsófi ott van hátul, vigyázom. Szóval elkezdi csókolgatni Jézusnak a lábát. Ez most már mindenen felül van. És ugye kezdi kiverni a biztosítékot, most már tényleg mindenkiben, most már nem csak az, amit a nő csinál, hanem leginkább mi? Jézus. Ahogy Jézus ehhez viszonyul. Mert mit csinál Jézus? Semmit. Hagyja. Csendben hagyja. Csendben hagyja. És ekkor fogalmazódik meg Simonban az, hogy itt gáz van. Itt gáz van, hogyha ez az lenne, az a proféta, akiről itt beszélnek, akkor ő tudná, hogy ez a nő bűnös. Na most hadd kérdezzelek benneteket, hogy miközben ez a helyzetben, remélem, hogy egy picit bele is értétek magatokat, hogy jó mondatok, hogy milyen gondolataitok voltak? Mondjuk Dávid, mint Jézus ebben a helyzetben. Annyiféle dolog zajlik különböző szinteken, hogy ilyen furcsa is kéne. Tehát, ha Dávid lenne Jézus helyében, furcsa és kényelmetlen minimum, szerintem is egyébként. Simon? Ilyen csalódottság, meg ilyen felháborodottság. Aha. Többen. Oké, okay. Vendéget? Tamás? Kicsit távolabb is mentem. Nehogy átragadjam, mit elhoztam. És neked? Te mit éreztél? Érdekes, hogy ahogy Jézus hagyja, hogy ez az idő kell. Mert hogy, azt, én nem tudom, szerintem más is megérte már, hogy nekem is kell az az idő, amikor felfogtam, hogy ő megbocsájtott. Na, oké. Okay. És ők? Sem annyira. Nem. Aha. Oké, okay, na köszönöm szépen nektek. Üljétek magatokat. Nem tudom, hogy ti kivel tudnátok azonosulni. Nagyon érdekes dolog, gondoljatok bele, hogy a Biblia miért van tele sztorikkal. A Bibliát sokféleképpen meg lehetett volna írni. Például lehetett volna lexikon cikkekbe sűríteni Isten mondani valóját. Ja, nagyon exakt, nagyon frankok is magatokban. Kegyelem, definíció. Definíció. Ítélkező, definíció. Isten, definíció. Nincs mit magyarázni, tök világos. Miért nem így csinálja Isten? Ezek a történetek azért nagyon érdekesek, mert ugye arra hívnak bennünket, hogy lépjünk be. Legyünk ott. Legyünk a részei. Képzeljük bele magunkat Jézus helyében. Ha én lettem volna ebben a helyzetben, belőlem ez mit hív elő? Ha én lettem volna a nő helyzetében, belőlem mit hívott volna elő? Ha én lettem volna Simon farizeus helyzetében, belőlem mit hívott volna elő? Ha csak szemlélője lettem volna, mint a többi vendég, aki fölteszi a kérdést, hogy na de ki a csoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsáthatja? Mit hívott volna elő? Szóval ez egy eléggé botrányos sztori Jézus életében. Meg is jegyezték egyébként, azt nem tudom, hogy maga Simon hova ment ezzel a dologgal, mert ugye ő azért itt kapott egy nagyon nagy esélyt. Az, ahogy Jézus hozzá viszonyul, az is sokat mond Istennek a szeretetéről. De hogyha reflektálni akarunk rá, akkor jó lenne, ha egy picit úgy ti is megérkeznétek bele, és valakinek a bőrébe egy picit belebújva gondolkodnátok, hogyha én lettem volna ott akármelyik helyzetben, én hogy lettem volna jelen ebben a szituban. A mindenesetre konklúziónak azt lehet mondani, hogy Isten nem akarja létrehozni, és főleg nem akarja megerősíteni, úgy tűnik, a tabukat. Azokat a tabukat, amik itt nagyon durván sérültek. Nagyon durván sérültek. Egy csomó tabu át lett hágva, egy csomó tabu le lett döntve, és Jézus nem akarta visszaállítani a helyére. Nem mondta azt, hogy hopsz, én értem, hogy te most nagyon boldog vagy, meg bűnbánat, meg minden, de ez nem így kéne. Nem, egyszerűen hagyta ezt az egészet, hogy menjen a maga medrében. Mintha neki semmi köze nem lenne azokhoz a vallásos előírásokhoz, amiket az emberek olyan komolyan vesznek. Mintha Jézusnak semmi köze nem lenne azokhoz a vallásos előírásokhoz, amiket mi is ma komolyan veszünk.
És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem számítanak erkölcsi kérdések, hogy nincs olyan nagy erkölcsi norma. De azt akarom mondani, hogy Jézusnak a viselkedése, az ige hirdetése, az evangélium hirdetése, az ellentmond annak a keresztény sztereotípiának, hogy a lényeg az, hogy legyen egy listád arra, hogy mit nem szabad tenni, és legyen egy listád arra, hogy mit kell tenni. Ha te keresztény vagy, akkor tudnod kell, hogy ezt gyakorolnod kell, ezt felejtsd el. Éppen ezért olyan nehéz az embereknek Jézushoz csatlakozni, mert nem tudnak túlverekedni ezeken a listákon. De amikor tényleg valahogy Jézus szembe kerül, akkor az látszik, hogy itt van teljesen másról van szó. Valami olyan csodáról, egy olyan változásról, ami az embernek a szívét találja el, és belülről kifelé ható valódi mély változáson megy keresztül. És hát valami ilyesmit látunk itt. És hát ugye az ember kiakad, egy rendes vallásos ember azért ilyeneken mindig meglepődik. Ma ez úgy szokott lenni a gyülekezetek meg az egyházban, hogy jó, Jézusnak szabad volt elmenni a kocsmába evangelizálni, de azért hívő ember oda ne menjen. Vagy hogy, és tudjuk sorolni, hogy hogy is van az egész. Visszarakjuk ezeket a tabukat, visszarakjuk ezeket a korlátokat, mert biztonságot nyújtanak, mert védenek bennünket. Szóval, mennyire szeretheti Isten az embert? Itt van két ember, akin keresztül, ahogy Jézus hozzájuk viszonyul, egy erkölcsi roncs és egy kimalvasló erkölcsi teljesítményeket elért vezető, és úgy tűnik, hogy Isten mind a kettőt szereti. Isten mind a kettőt szereti, és mindegyiknek akar esélyt adni arra, hogy az élete abban a mederbe kerüljön bele, aminek Isten megálmodta azt. Szóval ez egy szép történet, egy botrányos történet, és egy kicsit szomorú történet is, ugyanakkor reményt kell történet is. Miért szomorú? Nem tudom, ha megkérdezem tőletek, hogy szerintetek mitől félünk mi a legjobban, mit mondanátok rá. De nagyjából én azt gondolom, hogyha hogy tényleg becsülettel végig akarjuk gondolni ezt a kérdést, akkor azt kell mondjuk, hogy az emberek legjobban egymástól félnek. A másik véleményétől, a másik érdekeitől, a másik haragjától, a másik elutasításától. Hogyha komolyan számot vesz azzal, hogy mitől félsz te leginkább, akkor a hozzád legközelebb állóknak a reakcióitól félsz, az elutasításától, stb. És ebben a történetben ez szépen megjelenik. Egyszerűen, hogyha az ember ezt végig gondolja, akkor le kell, hogy jöjjön nekünk, hogy valami olyan tragédia történt velünk emberekkel, egy olyan sötét erő fogta gusba a szívünket, hogy egyszerűen, mintha szegényé váltunk volna, és nem lennénk képesek arra, hogy adjunk megértést, empátiát, elfogadást. És a legtöbb embernek a drive-ja, a belső hajtóereje az, hogy ezeket a félelmeit elkerülje, hogy igenis legyen valaki mások szemébe, igenis elfogadhatóvá tegye magát, igenis letegyen valamit az asztalra, ami kényszerítő erejű, hogy elismerjék, stb. És benne vagyunk ebben a verkliben, és próbáljuk valahogy ezt a harcot megharcolni. Ennek a történetnek fontos aspektusa az előítélet. Nagyon fontos aspektusa. A Simon farizeus az hányszor is ítél ebben a sztoriban? Kétszer. Ugye? Egyszer ítél mindazzal, amit ő fel tud használni arra, hogy ítéletet alkosson a nőről is és Jézusról is. Másodszor pedig ítél, kapott egy segédeszközt Jézustól, egy példázatot, annak a segítségével. Jézus segítségével. Nagyon érdekes, hogy Jézus mit mond neki, amikor a példázatra válaszolt, így, hogy ki az, aki jobban szereti azt a hitelezőt, aki elengedte mindkét ember adósságát, egyből köpte, hogy nyilván az, akinek többet engedett el. Azt mondja Jézus, most helyesen ítéltél. És utána segít neki ezt az ítéletet magával kapcsolatban alkalmazni. De ebben a történetben benne van az, hogy az előítélet, ami ott él bennünk,
az mennyire erőteljesen meghatározza egymáshoz való viszonyunkat is, meg az Istenhez való viszonyunkat is. És mielőtt nagyon csúnyákat gondolnánk mindenkiről, aki előítéletes, jól tudjuk, hogy mindannyian azok vagyunk. És hogy az előítélet ugye az egy érthető dolog, hiszen rendet kell tennünk ebben a kaotikus világban, valamilyen rendszerben átláthatóvá kell tenni azt a sok mindent, ami körülvesz minket, azt a sokféle embert valahogy be kell sorolnunk, be kell dobozolnunk, hogy tudjuk egy picit, hogy mi kitől mit várhatunk, és hogy kontrollálni tudjuk azt az életet, amit élünk, és azt a sok mindent, ami hatással van ránk. Szükségünk van ezekre az előítéletekre, hogy besoroljuk az embereket különböző kategóriákba. Az előítéletek egyébként akkor a legproblémásabbak, amikor hiedelmekkel társulnak. Például ugye, hogy minden szőke hülye, minden romában ott él egy bűnöző, minden menekült egy potenciális terrorista, minden politikus korrupt, minden pap hazudik. Sorolhatnánk, ugye megvannak ezek a hiedelmek az előítéletek mögött. Ezek a hiedelmek, ezek hitrendszerek. És sajnos a kereszténység is mögé tud tenni az előítéletességnek olyan vallásos hiedelmeket is, amik akadályozhatnak minket abban, hogy Istennel olyan kapcsolatban legyünk, amiről minket meghívott. És akadályozhatnak abban, hogy másokat megengedjük, hogy olyan kapcsolatban legyenek, és hogy segítsük őket. Ebben a történetben nagyon erősen megjelennek ezek az előítéletek. Ugye a nő a bűnösök közé tartozik. Simon jól ismeri őt, mindenki jól ismeri őt, tudjuk ki ő, nem kell ezt ragozni. A legjobb lenne elhúzná innen a csikot, mert nem ide való. Mit kever itt a kását? És Jézussal kapcsolatban is előítéletesek, hiszen tudjuk, hogy egy szent az hogy reagál a bűnre. És ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy valaki, aki szent, hogy reagál a bűnre. És pont ezt látjuk ebben a történetben. Isten, aki szent, hogy reagál a bűnre. Nagyon sok predikációt hallottam már, hogy hogy kell rendezni a bűnöket. Nem tudom, hallottatok-e mennyire jellegű tanítást. Nem tudjuk rendezni a bűnöket. Felejtsük el! Nem vagyunk rá képesek, nem vagyunk kompetensek. Elkövetni tudjuk a bűnöket, rendezni nem tudjuk. Aki rendezni tudja, az aki ebben a történetben éppen ezt teszi. Azért jött. Éppen ezt ajándékozza mind a kettőnek, a Simonnak is, meg az asszonynak is. És az a döbbenet, hogyha Jézusnak a történetét, azt a példázatát, amit elmond Simonnak, megértjük, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy e között a két ember között a szentnek, a valóban szentnek a szempontjából nincs különbség. Nincs különbség. És mind a kettőnek Isten esélyt ad. Úgyhogy én most már csak három gondolatot akarok kifejteni, és remélem, hogy egy picit a történetbe így megérkeztünk, és bele tudjuk érezni is magunkat. És ez azért fontos, mert sokszor ülünk azzal a várakozással, egy igényedetéssel jövünk el, hogy na valami újat halljunk. Hát az egy nehéz ügy. Én eltartott egy pár évig, amíg én ezt elfelejtettem. Nekem az a dolgom, hogy újat mondjak. Lehet, hogy néha valakinek valami új, amit mondok. Nem attól hiteles egy igényedetés, hogy na valami újat mondott te, sőt, hogyha valami nagyon újat mond valaki, akkor vigyázni kell, mert hogy éppen lehet, hogy tévtanításnak az alapjait teszi le. Mert hogy a kereszténység nem belünk kezdődött, évszázadokkal előttünk is voltak keresztények, és elég sok mindenre rájöttek, meg majd még utánunk is folytatódni fog. Az ige hirdetés, a tanítás bármilyen formában jelenik meg itt, vagy egy beszélgetésben, vagy bárhol, az attól hiteles, hogy az Úr Jézus szólal-e meg belőle, vagy sem. A Filippi levélben ugye Pál azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, nekem újra ismételni azt, amit már elmondtam, nem fáraszt, titeket megépít. Azt mondja, Pál, nekem nem az a célom, hogy újat mondjak, hanem hogy igazat mondjak. És ebben a történetben lehet, hogy most megint valami olyannal találkozunk, amit tök jól ismerünk, csak ha kihalljuk belőle, hogy az Úr is azt mondja, hogy tudom, Tamás, hogy ismered ezt a sztorit.
De most halld meg, amit ebből én neked mondani akarok most, amire hívlak téged most. Akkor valami jó dolog történt velünk. Na szóval három gondolat, az egyiket Mérő Lászlótól loptam, van egy könyve. Nagyon tetszik nekem, már a címe is, zseniális. Ez a mindenki másképp egyforma, nem tudom, hogy találkoztatok-e vele. De ez a történet részben arról szól, hogy mindenki másképp egyforma. Egy kurva és egy vallási vezető másképp, de egyforma. Ezt mondja el Jézus ebben a példázatban. A másik, amit szeretnék egy kicsit kibontani, hogy miért rossz az, hogyha valaki jó? Szeretnék egy kicsit ilyen megjegyezhető címeket adni. Szóval miért rossz az, ha valaki jó? A másik, hogy miért jó az, ha valaki rossz? Oké, ez a három dolog ebből a sztoriból, amit szeretnék aláhúzni. Tehát az első dolog, hogy mindenki másképp egyforma. Ugye ezt a Mérő más dolgokról írta, de nagyon jó az a könyve, de erre is igaz. Tehát itt látunk két olyan embert, aki egyaránt csapdába esett. És ennek a csapdának a lényege az az, hogy mind a kettő rohadt messze van attól az Istentől, akinek köszönheti az életét. Ebben a történetben ötször kerül elő egy kifejezés, erre az állapotra azt mondja itt a fordítás, a magyar fordítás, hogy bűn. Mind az öt esetben a görög eredeti egy olyan szót használ, amely egy katonai vagy egy vadászati szakkifejezés volt akkor. Ugye az ilyász fogta az ilyát, befeszített, célzott, elengedte, és akkor vagy azt mondták, hogy célba talált, vagy azt, hogy céltévesztett. Ez a szó ezt jelenti, ez a hamartia, hogy céltévesztés. A nő körül kerül elő ez az egész sztori, sokszor ez a kifejezés, de amikor Jézus elmondja ennek a Simonnak a példázatot, és azt mondja, hogy van egy hitelező, aki 50 és 500 dénárt engedett el két különböző embernek, mert egyik sem tudta megfizetni, melyik szereti őt jobban, akkor ugye előkerül ez az egész dolog, ahogy szépen Jézus belehúzza Simont ezen a sztorin keresztül a saját állapotába, hogy végül is Jézus finoman egyenlőséggel lett ezt közeljük, és azt mondja, hogy tudod, ennek a nőnek sokat engedtek el, ő az, aki 500-val tartozott. Te meg az vagy, aki 50-nel. Mindenki másképp egyforma. Mindenki céltévesztett. És egy nagyon komoly bibliai allegória van emögött az életről. Mert a Biblia úgy beszél az ember életéről, hogy Isten, aki elindítja, van egy kezdete, amikor megszületünk. És Isten az, aki a célban várja. És az élet egy utazás. És minden útnak van egy közös természete, ez pedig mi? Ki szokták írni náljuk? Budapestről indultak valamelyik autópályán, van egy száma, de... Hát a távolság, de hogy hova megy? Tehát tudjuk, ez a Szegedi autópálya, az a Debreceni, az a Nyíregyházi, tudjuk. Minden útnak közös tulajdonsága, hogy vezet valahova. Lehet, hogy ahogy itt az agnosztikusok mondják, hogy hát az utazás a lényeg, arra koncentráljunk, az élvezetes. Hát lehet egyébként, hogy minden utazás hasonló, de minden cél beírés más a Biblia szerint. Attól függ, melyik úton jársz, hogy hova érsz. És azt mondja ez a történet, hogy mindegy, hogy valaki egy nagyon komoly vallási vezető, vagy egy prostituált, Istentől távol, céltévesztett az élete, más célba fog befutni, mint kellene, ha csak Isten nem jön és tesz valamit érte. Minden ember másképp egyforma. Ez a Simon farizeus ugyanazzal a problémával küzdik, hogy Istentől elidegenedett, mint ahogy ez az asszony ugyanazzal a problémával küzdik. Na a második kérdés, miért rossz az, ha valaki jó? Ugye erről szól a Simon helyzete. Ő a jó. De miért rossz az, ha valaki jó? Ugye itt nem abszolút értelemben, mert az Úr beszél erről, hogy egy valaki van csak, aki jó, az Isten. De abban az értelemben, hogy mi szoktuk ezt eldönteni és kategorizálni. Ő jó, ő rossz. Ő szent, ő bűnös, ő ilyen, ő olyan. Miért rossz az, ha valaki jó? Ugye ő farizeus volt, nem tudom mennyit tudtak a farizeusokról, azon kívül, hogy hát ugye a képmutatás szinonimájaként kezeljük őket. De ez egy nagyon komoly brigád volt, nem ilyen kis pályás hívők voltak a farizeusok.
A makkabeusi korban indult el ez a mozgalom, és két nagyon fontos alapértékük volt. Az egyik a biblikusság, a másik a szentség. Ez jó két alapérték az élethez? Mit gondoltok róla? Ha rólatok elmondál valaki ezt a két dolgot, hogy hát nem tudok sok mindent róla, de azt tudom, hogy nagyon tiszteli a Bibliát, és azt szerint akar élni, és hogy a szentségre elkötelezte magát, és olyan frankó hívő ember. Ezek jó állítások? Ugye azért úgy érezzük, hogy igen, azért nem olyan rossz. Na, maradjunk annyival. Na, ez az ember egy ilyen csoporthoz tartozott, egy ilyen mozgalomhoz. Ez volt az értékrendjének az alapja. De úgy tűnik, hogy lehet Bibliát olvasni Istennel való élő kapcsolat nélkül is, és lehet a szentségért küzdeni és dolgozni, úgyhogy nem a lényegről szól. Én a magam számára úgy fogalmaztam meg, amikor ezt rendbe kellett tennem, hogy számomra a szentség nem cél, az következmény. Számomra a Biblia az nem a tudásnak a forrása, hogy legyen még több információ másokhoz képest főleg, hanem az egy találkozási pont. Amikor kinyitom a Bibliát, beléphetek Isten országába, vagy az Isten országa léphet belém, tök mindegy, hogy hogyan közelítjük, de hogy kapcsolódni tudok, és hatással van rám. A szentség pedig számomra nem cél, hanem következmény, a cél számomra a közösség minden körülmények között az Úr Jézussal. Akkor is, ha pofára estem, akkor is, ha győztem. És hogyha ez maradhat a cél, akkor az életem fog változni úgy, hogy nem azon görcsölök, hogy jobb vagyok-e már, mint a másik. Behoztam-e a Dávidot, meghaladtam-e a Tamást, vagy kitől vagyok jobb, vagy kinél vagyok rosszabb. Hanem egyszerűen az a kapcsolat az, ami fog. És ezért rossz, ha valaki jó. Ha valaki arra koncentrál, hogy én jobb akarok lenni, erre koncentrálj. Koncentrálj arra, hogy jobban szeretnék kapcsolódni. Minden helyzetben szeretnék kapcsolatban maradni. Minden helyzetben szeretném minden körülmények között, hogy az Úr Jézus hasson az életemre. Na, Isten kegyelmet ad Simonnak is, mert a saját logikája alapján hívja meg Jézus változásra, ugyanis ugye azt mondja, hogy ha ő proféta lenne, akkor tudná, ki ez a nő. Tehát Jézus nem ott élt, ezen a településen mindenki ismert ezt a prostituált, elvileg Jézus nem. És azt mondja ez a Simon, hogy tök mindegy, hogy ide valósi vagy nem, ismeri vagy nem, ha ő proféta, tudná. Mert hogy ugye a proféták belelátnak mások szívébe. Vigyázzatok a profétákkal. És Jézus a saját logikájával fogja meg, mert ugye azt mondja, hogy Simon, figyelj, az a helyzet, hogy nem csak azt tudom, hogy ki ez a nő, hanem azt is tudom, hogy mi forog most a fejedben. Nem mondtad ki, de nekem ez nem probléma, akkor is tudom. És elmondja neki ezt a történetet. És Simon esélyt kap, hogy felszámolja ezt a fajta hozzáállását az élethez, a hithez és Istenhez. Nem tudom, hogy most, akik ti itt vagytok, ez benneteket mire hív? Rá lehet görcsölni arra, hogy én Isten számára elfogadható legyek, lehet a hit is egy olyan versenypálya, ilyen süti verseny, tudjátok, ki süti a legjobb sütét, ki a legszentebb, és a többi ki tud a legjobban. De ez a történet kihív bennünket, és oda visz vissza, hogy kapcsolódj Istenhez, minden más ebből fog fakadni. Isten szeret téged, visszavár. Miért jó az, hogyha valaki rossz? Hát úgy is fogalmazhatnám, hogy ebben a történetben az is világos, hogy Isten számára sokkal fontosabb az, hogy ez a nő ki lesz majd, mint hogy ki most. Sokkal fontosabb neki. Ami benne rejlik lehetőségként, mint az, amit ő el tudott érni ebben az adott pillanatban. Ez a prostituált kezdhet újat, megtisztulhat, életre kelhet, megszépülhet. Átélheti azt, hogy újra ember lehet, nem csak használati tárgy férfiak keze között. Visszakaphatja az életét. És abban a legfontosabbat, amire teremtve lett, az Istennel való kapcsolatát. Ő nem mehetett be zsinagógánkba, templomba főleg nem, de tudta, hogy miről folyik a tanítás.
Elmondták neki utána. Tudta, hogy neki nincs helye annál az Istennél, akiben hisznek a környéken, ahogy erről tanítanak a tanítók. De valahogy, amikor Jézus meghallotta, akkor fölébredt benne a vágy, és azt gondolta magában, hogy egy esélyem van, hogy az Isten igazsága elől az Isten kegyelméhez meneküljek. Hogyha az Isten tényleg olyan, ahogy Jézus beszél róla, akkor lehet, hogy van egy második esélyem. És ez hitte el ez az estéhez. És ezért jó, ha valaki el tudja fogadni azt, hogy hát én szeretnék jó lenni, de azért bennem van, ahogy Pál fogalmazott, hogy én nem gondolom, hogy elértem volna, de egyet teszek. Nem arról van szó, hogy menjél és védkezz szabadon, csináld a legrosszabb dolgokat, de arról szó van, hogy amikor a saját erőmből meg akarom felelni Istennek, ez a törvény útja, és nem fogunk rátalálni arra a kapcsolatra, amire Isten hív bennünket Jézuson keresztül. De mi volt benne ebben az asszonyban? Tehát annak ellenére, hogy ő volt a rossz, mi volt benne? Hát először is benne volt a vágy. A vágyakozás az a nyelv, amit a szívünk beszél. Úgy lettünk megalkotva, hogy a vágyakon keresztül megszólíthatóak vagyunk. Aki uralja a vágyainkat, az uralja a szívünket. Ezt ugye nem tudom, hogy hányan vagytok itt esetleg marketinget tanultak. Hát az annak a tudománya. Hogyan kelsd fel a vágyakozást? És hogy hogyan készítesd áldozathozatalra, vásárlásra, ezen keresztül az embert. Isten teremtett minket így, és sokszor a vágyainkon keresztül jön közel hozzánk, és elintézi a Szentlélek azt, hogy kibánjunk abból a helyzetből, amiben vagyunk, mint ez a nő. És ez kedves volt Istennek, hogy ez a nő a vágyaival felállt. Én egy elég konzervatív gyülekezetben nőttem föl, ahol a jelszó az volt, hogy tök mindegy, mire vágysz, engedelmeskedj. Nem tudom, ismerőse néhányatokra. Lehet így élni a keresztény életet, de egy idő után az ember kiég benne. Jézus arról beszél, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Nem azt mondta, hogy tartsátok meg a parancsolataimat, pont. Azt mondta, hogy ha szerettek. Ugye nem is parancsolta, hogy szeressetek, csak mondta. Hogyha te arra bánsz, hogy engem kövess, akkor az egy szeretett kapcsolat lesz, és hogyha te szeretsz engem, megtartod az én parancsolataimat. Ez a nő egy ilyen kapcsolatban vágyott. A második dolog, ami kedves volt Istennek lenne, az a hit. Ugye Jézus mondja is, hogy a hited megtartott téged. A hit azt jelenti, hogy rábízom magam. Ő most itt rábízta magát Jézusra. Nagyot kockáztatott, nagy blamás lehetett volna belőle, egy újabb nagy beégés lehetett volna, stb. Nem volt ez könnyű. De megszületett benne az a hit, hogy Jézus segíteni tud rajtam, és túltette magát két dolgon legalább, a szégyenen és a félelmén. Teljesen természetes emberi két ellenerő, amikor Isten elkezd vonzani bennünket, a szégyen, hogy mit fognak szólni a többiek, akik ott vannak, akik látják, akik ismernek, mit fognak szólni. És túltette magát ezen. Istennek kedves volt. A harmadik dolog, ami abból fakadt, hogy ő nem jónak gondolta magát, a bűnbánat volt. Ugye ott sírt. Nem másoknak a megvetésétől akart szabadulni, tudta, hogy attól nem lehet. Sok évet lehúzott benne, tudta, nem lehet az emberek megvetésétől szabadulni, de a bűnbánat ott volt benne. Nincsenek klisék a megtérésre, hogy hogyan kell megtérni, de azt tuti, hogy mindenkinek az életében, akit Isten megragad és megtér Istenhez, megjelenik ez a bűnbánat az életében, amikor Isten jelenlétében bánkódik. És ez a sírás, ez a fájdalom leveszi róla, megtisztítja, leteszi Isten kezébe, leszakad róla, bűn le tudja tenni Isten kezébe mindazt, ami addig gyötört előtt. És Istennek ez kedves volt. A negyedik dolog, ami kedves volt neki, annak ellenére, hogy rossz volt, hogy leborulva ugye törölgette a hajával, tehát ez a megalázkodás és a szolgálat. Elvégezte azt a rabszolga munkát, amit a házigazdának, az egyik szolgájának kellett volna, amikor Jézus bejött megmosni a lábát. Egyből elkezdte Jézus szolgálni, öntudatlanul. A szolgálat az nem valami kell parancsnak a beteljesítése volt, hanem a szeretet túlcsordulása volt. Szeretetének a túlcsordulása volt, amit a házat kísért. És ott volt a szeretet, ugye a csók,
És ahogy mondtam, hogy az engedelmességnek ez az egyetlen legitim alapja. Hogy szeretem Istent, ezért engedelmestelen neki. Ezért. És a végén ott van ez a kenet, amit eleve magával vitt, hogy ez egy nagyon gazdag képanyag a Bibliában erről, de mindenképpen valahol ez az imádatnak a megjelenése volt. Amikor pazarló módon azt a, ez egy nagyon drága dolog volt akkor, a jövedelmét, nem tudom mennyit költött el, csak ennyie volt, vagy sokkal több is volt, fogalmam sincs, de egy nagyon drága dolgot oda vitt, és amit azzal tett, az egy értelmetlen dolog volt. Kiöntötte Jézus lábára. Azt is szokták csinálni vendégekkel, hogy ilyen olajos vízzel felmasszírozták a fejüket, kicsit felfrissültek az úttól. Tehát ez is a figyelmesség egyik jele volt, hogyha valamelyik vendéglátó nagyon jót akar tenni. Ez az asszony Jézus lábára pazarolta ezt. Isten jónak látta, hogy ezt lássuk magunk előtt, ezt a két embert. Én azt gondolom, hogy háromféleképpen találhat el minket ez a történet. Én szeretném, hogy kicsit gondolkodnátok rajta, hogy ti miért hallottátok most ezt? Miért kellett olvasnunk ezt a szakaszt a Bibliában? Miért kell most meghallgatnotok ezt az igéi hirdetést azon kívül, hogy Dávid meghívott? Én azt gondolom, hogy háromféleképpen találhat el bennünket. Az egyik meghívhat minket egy őszinte bűnbánatra, megtérésre. Ha valakinek erre van szüksége, hogy már régóta a bujócskázol Istennel, kerülgeted őt, ez a történet el akarja mondani, hogy nem kell Istennek megfelelned, gyere, ahogy vagy, szeret téged, ő alkotott, ami benned értékes, az tőle van, nem kell bemutatkoznod, tök ismer téged, ahogy vagy, gyere. És mindegy, mit mondom, a szobatársad, a munkatársad, a családtagod, a szomszédod, tök mindegy, most ne arra figyelj, higgy Jézusban, gyere hozzá. Válaszolj, hogyha neked ez fontos most, akkor válaszolj, menj oda Jézushoz. Meghívhat minket ez a történet egy őszinte bűnbánatra a farizeusi lelkület miatt. Hogy bizony rászoktunk, hogy embereket megbélyegezzünk, embereket fölcímkézzünk, eldöntsük, hogy ki a jó, ki a rossz, és magunkat valahogy úgy erősítsük meg, hogy másokhoz képest ő fölé pozícionáljuk magunkat, és kiderítjük, hogy hát ő egy olyan, én ettől meg én vagyok. Jézus kihív, azt mondja, hogy igen, te vagy ez, aki 50-nel tartozol, de emlékszel rá, hogy tartozol? Emlékszel rá, hogy mindenki másképp egyforma? Hogyha azt az adósságot nem engedik el neked, te se lennél Isten gyermeke? Lehet, hogy Isten kihív bennünket. Ez egy döbbenetes dolog, én magamon vettem észre, és sokakon másokon is láttuk, hogy egy furcsa karriert futunk be mi hívő emberek. Hogy amikor megtérünk, olyanok vagyunk, mint a vámszedő, aki a mellét verve imádkozik, hogy Isten bocsáss meg nekem bűnösnek. Néhány évet lehúzunk a gyülekezetekbe, és olyanok leszünk, mint a farizeus, aki ott imádkozik mellett, hogy hálálat, Uram, neked, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt. Büszke lehetsz rám. Ez egy furcsa dolog. Nem tudom, mit teszi velünk. Valószínű, hogy a közösségi norma jobban megdolgoz néha minket, mint maga a Szentlélek. De lehet, hogy most Isten arra hív, hogy add föl ezt. Legyél empatikusabb, elfogadóbb. Legyél olyan gazdag Istennek a kegyelméből, hogy tudsz adni másnak. Nem ítéletet, elfogadást, szeretetet, melléállást. Hogy felhasználhasson téged Isten arra, hogy embereket kiemeljen abban, amiben vergődnek. És végül meghívhat minket arra ez a történet, hogy hasonlítsunk Jézusra, hogy engedjük meg, hogy holnap velünk jöjjön az iskolába, a munkahelyre, a szomszédokhoz, és hogy így legyen jelen. Ha kell, hadd döntögessen tagukat. Ha kell, mondjuk azt, hogy nem ez számít. Nem tudom, hogy nektek mi a fontos most ebből a sztoriból, de azt szeretném most kérni, hogy hajtsuk le a fejünket egy picit, csukjuk be a szemünket. A csend egy olyan lelki állapot, amiben a Biblia szerint Istennel találkozhatunk, és ebben a belső csendben próbálj most ráfigyelni, hogy nekem ezt most miért kellett hallani, mit akarsz nekem mondani, mire akarsz engem hívni. És magatokban válaszoljatok Istennek, mondjátok el azt az imát,
amit a Szent Lélek így beleplántál a szigetekbe. Egy pici csend után én befejezem imádsággal, és visszaadom a szót Dávidnak. Úgy Jézus, itt vagyunk most a te jelenlétedben, és csak annyit szeretnék így kifejezni, remélem, hogy mindannyiunk nevében, hogy döbbenetesen csodálatos az, hogy te közeledsz hozzánk emberekhez. Azzal a tisztánlátással, azzal az elfogadással, azzal a szeretettel, és azzal a szentséggel, ami nem megítél bennünket, ami nem lenyom bennünket, hanem felemel bennünket, ami vágyat ébreszt bennünk, ami hitre hív bennünket, hittel ajándékoz meg bennünket, és megtérésre hív bennünket. Köszönjük, hogy te ilyen vagy. Milyen voltál, ilyen vagy most is. Bocsáss meg, amikor nem ilyen légkör állott belőlünk. Segíts nekünk, Úr Jézus, hogy úgy tudjunk ráthangolódni a normális mindennapi életben, hogy valahogy ezt a lelkületet tudjuk, ezt a jó illatot tudjuk elhasználni bennünk körül. És hiszük azt, hogy a te megváltásodnak, kereszthalálodnak, feltámadásodnak az ereje és a Szentléleknek a munkája az elég ahhoz, hogy azok az emberek, akiket te hívsz, azok válaszolnak. És nem kell, hogy mi küldjük őket a pokolba, és hogy fenyegessük őket, hogy megítéljük őket, hogy lenézzük őket, hanem az kell, hogy téged tükrözzünk, hogy te rajtunk keresztül megszólíthass, megérinthess őket. Segíts nekünk ilyenek lennünk. És úgy is te tudod, hogy vannak-e itt ma olyanok, akiknek viszont a te megtérésre hívó szavadra kéne válaszolni. Adj nekik bátorságot erre. Attól tudjanak elindulni, hiddel követni téged. Amen.